Jó estét kívánok! Egy egészen különleges névsort szeretnék felolvasni. Bencsik András, Lovas István, Hud Gergely. Mert hogy itt a Sajtóklub. Szervusztok! És akkor vágjunk is bele, mert jó sok témánk van. Szombaton tüntetett mindenki. Erre majd még azért szeretném, ha külön kitérnénk, hogy kik tüntettek ott kéz a kézben, és miért. De azt javasolnám, hogy közérzetjavítóként mindenképpen nézzünk meg egy kis rövid filmecskét arról, hogy ezen a tüntetésen, amely ugye a beszámolók szerint, meg egyébként a tapasztalatunk is ez volt, hogy teljesen békésen, mindenféle atrocitás nélkül zajlott le. Most meg fogunk nézni egy rövid összeállítást, vagy egy bejátszást arról, hogy amúgy a színfalak mögött mi minden is történt, mik történtek ezen a tüntetésen, és hogyha megnéztük, és persze majd nyilván mindenki elmondja a véleményét a látottakról, de azt már most így előre kijelenthetem, hogy ez a tüntetés békésen és atrocitások nélkül zajlott le, ez csak és kizárólag a magyar rendőrök egészen elképesztő és felemelő türelmének és szakértelmének volt köszönhető. Nézzük akkor a filmet. Három hónapja b***k meg utoljára. Király leszem meg a f***on megkapni ezt. Pókos a p***ja. Nézd rá, hogy mosolyog be a f***t igaz. Hát figyeljük, most rátenni az arcot. Akkor nem lesz nyugdíj és nem lesz mivel elmenni a boltba. Ha nem, akkor még vigyarodunk. Ja tényleg b***k. Nézd, el is megy hátra. Jött helyett egy koncigány. Ugyebár három jobbikos patkány állatot látunk ezen a felvételen, akik a ott álló rendőr sorfalnak, ott van egy rendőrnő, arról értekeznek, hogy nem is akarom még nagy vonalakban sem megismételni, majd pedig nekiállnak az egy másik rendőrt kancigányozni. Ugye ez hallható. Az első kérdésem hozzátok, hogy szerintetek mégis mennyi provokációt köteles eltűrni egy rendőr? Akár bárhol a világon, akár Magyarországon. Geri? Hát ezt nem köteles eltűrni egyébként. Mondom ezt annak ellenére, hogy nyilván az ember elképesztően kritikus, hiszen a 2006-os rendőrterror miatt mai napig nem történt igazi bocsánatkérés vagy elszámoltatás, de egy ilyen embert a világon mindenütt beránt a rendőrsorfal, és mögötte szépen megy a robomobilba. Tehát az, hogy 15 centire, és egy dolog az, hogy a sértegetés, ami egyébként önmagában is büntető jogi kategória, de hogy egy nőhöz oda mennek, és azzal szórakoznak, hogy mikor élt utoljára nemi életet, nézd a pofáját, biztos hónapok óta nem. Ilyen ocsmány aljas stílusban igazából nekünk kellett volna oda menni és elkapni ezt a kanjobbikost. Kanjobbikos. Pista? Hát én mélyen nem értek egyet veled, amikor azt mondod, hogy milyen profi rendőrség az, amelyik soha nem csinál semmit. De tudom, hogy ezt mostanra utaltál. Nézd meg, vasárnap, csak mondok egy példát, Nantes városától, franciaországi Nantes városától 30 kilométerre délre békés környezetvédő tüntetőket olyan mértékben zavartak el vízágyúval, mert hogy nem akarták, hogy oda repülőteret építsenek, hogy az tényleg azt látni kellett. Jaj. És hogyha ez történik folyamatosan, mint a múlt kedden történt, hogy a ligetvédők vagy favédők, mit tudom én, hogy hívják ezeket, megint erőszakosan áttörtek kordont, és ott is csak mosolygás volt. A Gulyás Marci festék szórózik, mosolygás.
Egy év múlva meg fogod látni, te se azt mondod, hogy ez egy jó reagálás, hogy semmit nem csinálnak, mert olyan mértékben felbátorítják ezeket, hogy egyre inkább agresszívebben fognak fellépni. András? Ugye a rendőrség erőszakszervezet, tehát parancsolat cselekszik, és hogyha kell, akkor az erejét használja. Valahogy úgy fognám fel ezt, mint egy kést. Tehát a kést lehet jó és rossz célra használni, de fegyver, bizonyos értelemben fegyver. 2006-ban a rendőrséget rossz célra használták fel, és akkor is végrehajtották a parancsot. Nyilvánvalóan a rendőrök azt a parancsot kapták most, ebben a különös helyzetben egy hatalmas választási győzelmet követően az ellenzék megpróbál kirobbantani egy permanens forradalomba átvihető hisztériát, hogy minden áron a rendőröknek állniuk kell, bírniuk kell, tűrniük kell a sértegetést. Ezek a jobbikos állatok, ez egy nagyon jó és szellemes meghatározás, ezek nem emberek, ezek a jobbikos állatok ezt megérezték, és ők azt hitték, hogy a rendőrök gyengék. Én ott látom István a dilemmára a feloldást, hogy azt kell tudnia, és gondolom tudja is, első rendben a belügyminiszter, a rendőrség parancsnoka, hogy nem, azt nem szabad megengedni, hogy a rendőrök kemény tartása gyávaságnak tűnjön. Tehát azt nem szabad megengedni, hogy a csőcselék, a csürhe azt higgye, hogy itt szabad a rendőrt akár verni, rúgni is, mert emlékezetek Kijevben a fegyver nélküli rendőröket a vételen tüntetők láncos botokkal verték. Tehát azt nem szabad megengedni. Tehát ott kell lennie a határnak, ezt kell valahogy értésre adni, hogy a rendőrségnek nem érdeke, hogy mint egy szócsatába belemenjen. Nem biztos, hogy jó lenne, ha mi oda mennénk, és ilyen spontán verekedésbe fajuló szócsatákba bonyolodnánk. A rendőrségnek az az érdeke, hogy ez ne eszkalálódjon. De azt most ki kell jelenteni, ha eszkalálódik, tehát hogyha a csőcselék fölbátorodik, akkor a rendőrségnek ütnie kell. Oda kell ütnie, és meg kell akadályozni, ahogy ez elszabadul. De talán van egyébként megoldás, hiszen alig, hanem nem okoz majd nagy problémát ezeket a szemétládákat beazonosítani, hiszen ezek valamiféle jobbikos, jobbik körüli emberek. A legkeményebb módon le kell csapni rá, és a kamerafelvétel alapján. Ugye itt az ügyészség jogosult eljárni a rendőrséget ért sérelmek ügyében, ne üljenek a babérjaikon, meg kell nézni a felvételeket, és a lehető legszigorúbb módon megmutatni őket. És még valami, hogy esetleg félreérthetően fogalmaztam, tehát minden elismerésem a hölgynek és az úrnak, akit lekancigányoztak, az önuralmáért, hogy ezt elviselte egy fontosabb cél érdekében, mert biztos, hogy mi mindannyian visszacsaptunk volna. Én is valami ilyesmire gondoltam, amikor azt mondtam, és szerintem tényleg önmagában mindkettőtöknek igaza van. Andrással értek egyet, hogy ha bármilyen fizikai atrocitás éri a rendőröket, akkor azonnal föl kell lépjenek. Ebben biztos vagyok, az nem is kérdés. Itt valószínűleg ugye ezek a patkányok arra utaztak, hogy nincs fizikai agresszió, de verbálisan addig provokálják a rendőröket, míg kijönnek a sodrukból, nekik mennek, és akkor majd lehet mutogatni a BBC-be este, hogy a Orbán diktatúra rendőrei a békés tömeget verik. Hát ugye ez a cél. Ezért csinálják azt, amit csinálnak. Amúgy pedig két dolgot fűznék még hozzá, aztán majd mindjárt áttérünk arra, hogy kik is tüntettek itt valójában együtt, hogy én azt gondolom, itt elhangoznak olyan dolgok, amelyek valóban hivatalból üldözendőek. Másrészt azt is gondolom, hogy például a rendőrnő nyugodtan tehet becsületsértésért és emberi méltóság megsértéséért feljelentést. Ugyanis a felvételek alapján ez a három rohadt patkány, ez beazonosítható. Másrészt, hogy segítsek egy kicsit az ügyészségem, közösség elleni izgatásért bármely magyar állampolgár tehet feljelentést, úgyhogy én ezt most meg is fogom tenni. Kicsit, a kancigány miatt. A kancigány miatt, akkor egy kicsit megrúgjuk, berúgjuk a dolgot, jó a gépezetet, és akkor így hát, ha egyszerűbbé válik. De most ne haragudj, nem egészen értettem, mert András azt mondta, és te igazat adtál neki, hogy ha fizikai, akkor igen, te pedig azt mondtad, hogy ez a ilyen, stb. De amit nem egészen értek, amit én próbáltam mondani, hogyha mondjuk belerúgnak egy kordonba, hogyha nem rendőrt ér erőszak, hanem mondjuk megint le fognak festékezni parlamentet, akkor is mosolygása jó. Nem, akkor el kell őket vinni.
István, én azt mondtam, hogy szerintem, ha eszkalálódik, tehát a kiabálás, táblák lóbálása és így tovább, ez belefér. A kukák borogatása az országonként változó, hogy ez most belefér, vagy nem fér bele. A rendőrségnek azt kell megakadályozni, hogy ez elszabaduljon. Igen. Én azt mondom. Egyébként mindjárt majd rátérünk arra, hogy a kukaborogatás egyébként nem csak országonként változik, Magyarországon is változik, mindig attól függ, hogy ki borogatja a kukákat, majd mindjárt megnézzük Tóta V. elvtárs 2006-os írás, vonatkozó írását. De még mielőtt odáig eljutnánk, azért egy kicsit kalandozzunk el azon a tényen, ami Morvai Krisztina figyelmét sem került el, és ez ügyben ki is adott egy... nem tudom, nyilatkozatot. Gyerekek, azért ebbe a szombati tömegbe együtt menetelt Gyurcsány Ferenc és Vona Gábor. Ezt azért egy kicsit úgy kezdjük most innen. Tegyük hozzá két irracionális figura. Tehát Gyurcsány Ferenc az a baloldal átka. Tehát egy mostanra egy szörnyeteggé vált. Tehát egyébként sokkal több kárt okozott a baloldalnak, mint az összes jobboldali tiltakozás és vád. Egy őrült szörnyeteg. Vona pedig egy szintén azért irracionális jelenség, mert a Jobbik soha olyan jól nem szerepelt, mint most. 70 ezerrel kaptak többet, mint 4 éve korábban, tehát a Jobbik most igazából csúcson van. Az, hogy egy pártelnök a csúcson, és ezt ő vezette a csúcsra ezt a pártot, mert ez mondom, ilyen értelemben csúcs, közli, hogy ez akkora bukás, hogy ő lemond, sőt, a politikából kivonul, majd felvonul Gyurcsánya közösen. Azt kell mondjam, hogy mintha elveszítette volna Gábor a józan eszét. Tehát két irracionális figura találkozott a rasztahajú anarchistákkal és a jobbikos csürhével. Hát ez nem is tudom, ez vicc. Röhely. Hát én olyan boldog vagyok, hogy Gyurcsány az Árpád-sávos zászló mellett nagy boldogságban vonult fel, mert eddig, hogyha olvastad a külföldi sajtót, meg persze a hazai balliberálist is, akkor az Árpád-sávos zászló mindig nyilas, náci, neonáci, stb. Most pedig boldogan... Most a demokraták élet az Árpád-sávos zászló. Geri bácsi. Szombaton egy műszaki területen dolgozó barátom, aki ezért hallgatja a rádiót, figyel a hírekre, így figyeli, mi van a tüntetésen, ugye próbáltuk mi is közvetíteni, és ezek nem normálisak, csupa olyan dologért tüntetnek, ami már megvan. Demokrácia, szólásszabadság, jogállam. És ugye kicsit komolyan veszük, hogy valóban hülyeségért tüntetnek. Tehát az ellen, meg még behozzák azt, hogy csalt a Fidesz, de ezt már úgy teljesen nyíltan nem ismerik állítani, mert mindenki tudja, hogy marhaság. Hát hogyha mind a 10 000 szavazat, amit elrontottak, vagy rosszul számoltak meg, mind Fidesz csalása lenne, akkor maximum egy képviselő kiesne. De ugye tudjuk, hogy nem így van. Éppen most írunk például egy sztorit, ahol a úgynevezett egyik legnagyobb csalás Marcaliban, amit egyébként a jobbikos szavazóküri vezetőnek a felesége követett el, mert az keverte össze a pecséteket. Szóval ilyen csalásokról beszélünk. Meg mondjuk az Újpestről, ahol lehúzták a fideszes jelöltet. Tehát lehet, hogy az újraszámolással befutna az a plusz képviselő vissza, megjegyzem, nem is lenne az olyan rossz dolog. De hát ugye talán itt ki is nyomtattátok, hát elképesztő fölénnyel nyert a Fidesz 2.824.000 szavazattal. Szóval a csalás teljes baromság. És hogyha ezek a semmiért tüntetnek, illetve csupa olyan dologért, ami megvan, akkor mi viszi őket az utcára? Mi kényszeríti arra Vona Gábort, aki egész kampányban más sem mondott, hogy ő Gyurcsánnyal sosem fog összeállni, ugyan a szocikkal már összeállt, meg az LMP-vel, meg mindenkivel, de Gyurcsánnyal az egyikivel nem. Tudjuk, hogy ez is hazugság, mert összejátszottak szépen a háttérbe. Minek megy ki tovább rontani azt a maradék kis pici hitelét? Ki az, aki ezeket az embereket ráveszi erre az egész hatalmas szemforgató árulásra, hogy együtt hűítsék ezeket a szegény fiatalokat, akik kimennek? Hát egyébként valószínűleg ott kell keresgélni a megoldást annál a figuránál, aki éppen ezekben az órákban Brüsszelben lobbizik ellenünk. Néhány napja az Új Társadalom Szalomban egy kerekasztal beszélgetésen vettem részt, ahol Orbán Balázs egy elképesztően érdekes dolgot mondott, amit továbbítok, mert szerintem szenzációs fölismerés, hogy a gyászmunkának, amikor valaki elveszít valakit, aki a számára fontos volt, 5 fázisra van.
most nem tudom pontosan felsorolni, elmondta nagyon jól, hogy tehát a tagadás, a lázadás, az alkudozás még nem eljut az ember a beletörődésig. Ez egy lelki folyamat. Hát itt azt lehet látni, hogy az ellenzéket akkora sok érte, hogy nem tudják földolgozni, és úgy reagálnak rá, mint amikor valaki elveszít egy kedves embert, hogy tagadnak, lázadnak, alkudoznak, újra számlálás követ. Egyébként 2002-ben mi is átértük ezt a dolgot, csak mi a polgári körök mozgalmával, inkább azt mondom, hogy mi a polgári körök mozgalmában megtaláltuk a pozitív cselekvés lehetőségét. Ők pedig egyre ott tartanak, hogy átkozódnak és lázadnak és tagadnak. Másrészt 2002-ben volt még egy egész pici elhanyagolható különbség, hogy akkor 42%-ot szerzett listán az MSZP, és 41-et a Fidesz. Igen. 1% volt a különbség, igen. Valóban néhány ezer szavazat. Most az a helyzet, hogy 50% a Fidesz, és a mögöttünk jövő Jobbik az 20. Igen. 19 valamennyi. És nem akkor volt, amikor Tony Blair átadott egy programot, amit a hercegprímás... Sok mindent beszéltünk akkor, de meg a népnyelvén is forgott minden, épp úgy, mint most, csak még egyszer mondom, ott volt pár ezer szavazat különbség, amit valóban el lehetett csalni, most van a kettő között több mint 1,5 millió szavazat. Azt egy kicsit macerás, de ezt ők is már, tényleg a Józanabja, a Karácsony Gergelytől a Búbánatig, mert mint hogyha most hosszan dicsérni szeretném, meg a újságjaik is azért most már csöndesen bevallották, hogy le kéne hátrálni erről az elcsalta a Fidesz a választást posztról, mert ez sehova nem fog vezetni. De amikor kimegy az ember a Fonyódi piacra, és a méhész, tényleg rohadjon rá az összes méze, az minden vásárlónak a méz mellé telipofával üvöltöző csalta Fidesz. Uh-huh. Ez egy irtózatosan mérgező dolog, hát embereket hergelnek fel ukrajnai recepttel. Tehát, mert azt mondani, hogy vesztettünk, de milyen ellenzékinek lenni, az teljesen rendben lévő dolog. Ellenzéki tüntetést szervezni teljesen okés dolog. De megkérdőjelezni a demokrácia alapjait, a kormány legitimitását, a választás tisztaságát, és ezzel hergelni az embereket, hát ha csak sikerül felgyújtani ezt a várost, az egy irtozatosan aljas rohadék dolog. Fonyódi piacon a méhész menjen az anyja keservébe. Aki pedig kormánypártra szavazott, az véletlenül se vegyen a Fonyódi piacon mézet ettől a méhésztől. Egyébként csak egy mondat itt a Vona Gyurcsány együtt tüntetésre. Azért nem tudott nem eszembe jutni a rendszerváltás hajnala. Ugye az a csodálatos pillanat, mikor az SZDSZ kiengedi a politikai karanténből az MSZP-t, saját politikai érdekeit szem előtt tartva és elárulva mindent, így az egész rendszerváltást és önmagát, ugye ez a Karta mozgalom beindítása, barna eső esik, akkor Antal József volt a náci, ugye, hát csak mindig változnak az idők, persze. Most ő már példakép, ugye most ő a példaképnek kiállított, az igazi konzervatív. Akkor, mikor hatalmon volt, akkor ő meg a kormány tagjai, azok mind nácik voltak, barna eső hullott, és Karta mozgalmat kellett indítani, és akkor egyszer csak megéltük azt, hogy az SZDSZ-es korifeusok, az összes áruló utolsó gazember együtt ballagott az utcán, az első szabadon választott kormány ellen tüntetve, Berecz Jánossal, tesókán. Berecz Johnny együtt tüntetett a kőszeg feféjékkel. Az volt az első. Na, hát ilyen az, amikor a Vona meg a Gyurcsány Fletó együtt tüntet az Orbán ellen, mert nincs új a nap alatt. Amúgy csak egy utolsó mondat befejezvén az imént látott filmhez, hogy ezek a kanjobbikosok, amit művelnek ezzel a rendőrnővel, azért nagyon remélem, hogy az összes Me Too mozgalmár, tudod, akik a nők jogaiért mindig kiállnak, ugye most? Sárosdi Lillácska, meg a kedves férjűre, meg az összes nő, aki a Me Too táblát valaha fölemelte és a melle elé rakta, most csak elkezd majd tiltakozni a kanjobbikosok ellen, hogy lehet egy nővel így beszélni. Ugye? Ugye ti is azt hát gondoljátok, persze, hogy ez fog már találni. Már alig várjuk, igen. Vagy nem? Na, az imént elhangzott, valaki itt fölvetette, hogy a kukaborogatással mi a helyzet. Mondom, jó?
Tóta V. Árpádtól fogok idézni, ő ugye a HVG őrületesen, fantasztikusan klassz munkatársa. Jó barátod, ha jól emlékszem. Mi nagyon jóba vagy, szeretjük egymást Árpáddal. Ezt írja a HVG-ben. Demokráciában nincs forradalom. Választás van. Ha valami nem tetszik, akkor nem az a módi, hogy felborítjuk a villamost, hanem elmegyünk szavazni. Aki itt felborítja a villamost, lezárja a hidat, meg felborogatja a kukát, az nem forradalmár, hanem bűnöző, huligán, söpredék. Az anyját. HVG, Tóta V. Árpád. Milyen igaza van? Egy egészen apró, pici, szinte elhanyagolható dolog hiányzik emellé. Ezt 2006-ban írta. Aha. Érted? Annyira kíváncsi lennék, ma mit írna Árpi. Ugyanez. Kemény gyerek, következetes. Elképesztő. Emlékeztek, amikor a balliberális sajtó állandóan a rendőröket uszította, hogy nem volt nekik elég, hogy földön fekvő embereket rugdaltak bakancsal, hanem mondták, hogy az erőszak monopólium. Igen, az erőszak monopólium, persze. Imádtam. Gyerekek, de azért, ha már itt van Huth Geri, akkor nézzünk meg még egy bejátszót. Ugyanis Huth Geri barátunk, hát nagyot futott múlt hét végén Egerben. Eléggé sikeresen széttrollkodtál egy magyar nemzetes rendezvényt. Javaslom, hogy nézzünk meg erről egy rövidke összeállítást. Engedjétek meg, hogy ezzel a rövid performanszal azoknak a kollégáknak a nevében tiltakozzak, nem akiknek 2015-ben véleményére. Nem vagyok rá kíváncsi. Aközött kellett választaniuk, hogy a becsületüket vagy a munkahelyüket adják oda. Ti a munkahelyet választottátok, ők a becsületet. Itt jó. Egy nagyon rövid idézet van, az a parlamenti választáson hazánkban egyetlen párt vagy pártszövetség sem ért el még ahhoz hasonló eredményt, mint amit most a Fidesz-KDNP elér. Jaj, na, tehát akkor még egyszer. Öt szerető Szabolcs. A bejátszó végén, aki a Magyar Nemzet főszerkesztő helyettese volt, egészen a utolsó pillanatig. Ugye Egerben volt egy, nem tudom igazából ez mi volt ennek a rendezvénynek a oka, célja, címe, neve, de ott összejöttek mindenféle régi magyar nemzetesek, gondolom ez ilyen gyászmunka, elsiratni a lapot. Ez már meg volt hirdetve korábban. És erre mentél te el, és hát mondd el, miért mentél oda, és mi volt az eredeti célod? Tehát már eredetileg elhatároztam, hogy oda fogok menni, akkor is, hogyha Jobbik DK kormány alakul, és a magyar nemzetesek ugyanerre a rendezvényre ekkora mellénnyel fognak elmenni. Mégpedig azért, mert annyira vérlázító, hogy miután minden morális alap kimosódott már a magyar nemzet alól a génap óta, ezek után visszanyúlnak az átkosba, és fogják a magyar nemzet volt moszkovita, moszkvai tudósítóját, és a magyar nemzet hát nagyon 3x akárhányos gyanús volt vietnámi tudósítóját, ős Komcsit, és azokkal fényeztetik magukat egy konferenciában, hogy mi a polgári újságírás. Na most... Ez tényleg csúcs. És az idősebbektől is tudjuk, meg a saját, hogy nem, mondjam, a rendszerváltás előtt és után is ott dolgozó kollégáimtól, hogy azért a ugye 70-es, 80-as évek magyar nemzetének voltak olyan igazán polgári gondolkodású szerzői, akik keveset politizáltak, de amit írtak, az nagyon sokat adott az olvasóknak. De ilyen is voltak. De nem a Varavkó, meg Baróti, a Martin. Rufi, Kristóf. Pontosan. Például. Hát igen. Nyilván nem mindenkinek akartam mindig beszólni, igen. De az, hogy ezekkel az igazi hálózati emberekkel, ezekkel az igazi vérkomcsikkal fényeztetik magukat, na erre kellett valamit mondani. És ahogy ők feldolgozták a bukásukat, az, ami a búcsúszámban, miután Simicska Lajos eldobta őket, mint egy kapcarongyot, és két nap után bezúzta a lapot. És ugye egy búcsúszámmal jelentkeztek nagy 80-assal, mert a 80 éves a magyar nemzet, és az utolsó lapszám akkor született meg. Hogy mindenért Orbán Viktor a hibás, hogy a legaljasabb vádakat újra megismétlik, és semmiféle szembenézés nem történt a G-nappal. Amikor nem ők lettek elárulva, azok a kollégák lettek elárulva, akik most itt az Echo TV-nél dolgoznak, akik a Magyar Időkben dolgoznak, akik a Karcefenben dolgoznak, akiknek néhány óra leforgása alatt kellett eldönteniük, hogy megyek az ismeretlenbe,
ki a világűrbe, majd csak lesz állásom, majd csak lesz fizetésem, de én itt egy percig nem maradok. Ezek voltatok ti, hát te is ott voltál. Vagy mindent leköpök, amit eddig képviseltem. Igen. Tehát én ez ellen tiltakoztam, tehát persze felett ezt fogni viccesen is, de úgy gondoltam, 11 évig dolgoztam a Magyar Nemzetnél, és 11 évig voltam Szerető Szabolcs munkatársa, hogy ezzel a háttal mögött én is megtehetem, hogy szembesítsem. És talán nem volt egyértelmű, amit felolvastam, azok Szerető Szabolcs a 2010-es és 14-es választás után írt vezércikkei. Enyhén üdvrivalgóak, és tudjuk jól Szabolcsról. Épp valakinek mondtam, hogy én egy üveg Dom Perignon pezsgő terhe mellett, ha elmondják nekem előre, hogy lesz 2015 februárjában G-nap, én írjam fel erre a papírra azoknak a nevét, akik árulók lesznek azon a napon, 90% pontossággal eltaláltam volna. Tehát a Szabolcs volt a legvonalasabb újságíró, akinél érezted, hogy ezt nem szívből, lélekből írja, hanem ő akar a legjobban helyezkedni. És amikor váltás volt, ő volt az, akinek semmi erkölcsi problémája nem volt, a 180 fokos fordulattal. Úgyhogy én ezért mentem oda, és ezért mondtam el, amit mondtam. Hozzáfűzni való? Gratulálunk. Hát annyit, hogy ha normális helyzet lenne, akkor mondjuk azt lehetne mondani, hogy egy padlón lévő laphoz nem megyek el örömködni, de ez egy olyan Magyar Nemzet, amelyik teljes örömmel, mindenféle zokszó nélkül írt arról, hogy például a Gulyás Marcika milyen módon rombolta szét ott az Origó szerkesztőségének a falát. Egyetlen egy szava nem volt az ellen, hogy a juhász szétfütyült különböző ünnepi rendezvényeket, és nem beszélve arról, amiben abszolút igazatok van, hogy itt teljesen megfordultak. Szerető Szabolcs a liberális Magyar Hírlaptól ment át, fordult 180 fokot a Magyar Nemzetén, aztán megint fordult 180 fokot. De ugyanakkor nem volt annyira kötelező, mert hogyha Stier Gábor meg tudott maradni azon a vonalon, ami korábban is, akkor még jobban el lehet ítélni azokat, akik így megfordultak. Nyilván, nem? Amit mondtam, az nem vonatkozik a kulturális újságírókra, a sportújságíró, a fotósra. Akikre vonatkozik, pontosan tudják, azok ott ültek ezen a konferencián. Egyébként nagyon jó, hogy mondod, hogy mit nem írt meg a Magyar Nemzet, meg mit írt meg. Olvastatok például a Magyar Nemzetben a választási kampányban egy betűt arról, hogy tulajdonképpen Kósa Lajos nem kapott 1300 milliárd forintot? Pedig ők is tudták. Meg 800 milliót sem, meg egyébként erre vonatkozó közjegyzői okirat sincs, ugyanis csak a szélhámos. Szándéknyilatkozat van egy szélhámostól. Igen. Kértek ezzel bocsánatot? Sikerül. Ők is tudták, hogy hazudtak, mert amikor már eltelt egy-két hét, akkor már finomítottan írták az egészet. Ugye most kellene kifizetniük a borsos kártérítést, most már nincs kit perelni. Egyébként el lehet gondolkodni, hogy Lajos ugye nyilván ezeket sem akarta vállalni, ezeket a terheket. Vagy például, hogy Vona Gábor legjobb barátja, a második János Pál pápa merénylője, egy betű, legalább egy tagadás, egy mínuszos hír, hát ezek beszélnek itt erkölcsről. Ezek olyan propagandát csináltak, amit senki, de senki. És azt is ők írták meg, hogy igazából nem is a Kósa akarta az 1300 milliárdot eltenni, nem. Azt az Orbán lopta ki 250 ezrenként az MKV-ból, gyémántot vettek rajta, kicsempészték az országból, és most akarják visszahozni a csengeri szélhámosdőn keresztül. Tesókám, ezek Szerető Szabikáéknak a sztoriai voltak a választási kampányban. Persze név nem volt elérve, még egy mondatot engedj meg, hogy amikor a Népszabadság megszűnt, akkor mi azt mondtuk, hogy a lapért nem kár. Hát annak a rendszerváltás után a Szabad Népnek, aki mit szedének, nem csak a kivégzését, de megkínzását is követelte, annak egy napig sem szabadott volna létezni, de a kollégákért természetesen kár, mindenféle máshogyan gondolkodó, jó-rossz ember dolgozott ott. Itt pont fordított a helyzet. A lapért kár, de akik ezt megcsinálták, azokért nem kár. Ez jó. Egyetértek. No, drágáim. Egyébként csak ehhez egyetlen egy mondatot. András minden olyan szerény a saját maga által irányított lapokkal, amikor például a Pesti Hírlapot megfojtották. Hány balliberális lap fejezte ki legalább rokonszenvét vagy sajnálatát? Hát egy sem. Nálunk más volt. Én nekem az volt a véleményem, hogy nem érdemes ágálni, sirankozni, azonnal újra kell kezdeni. Háromszor vagy négyszer kellett újra kezdeni.
ember nem azt mondja, hogy megszokta, de végül is megtanulta azt, hogy az élet ösztön mindennél erősebb. Tehát ha ezek az emberek, ha volna, tehát nem az a baj, ha elbukik egy újság, újra lehet kezdeni. Az a baj, hogyha a gerinced megpuhul, mert akkor, ha elveszed az erkölcsi tartásodat, akkor nem tudsz újra kezdeni, mert hogy? Annélkül nem megy. Azért még két ikonikus mondatot rendszerváltás elejéről, közepéről, akkor csak úgy mementóként hagy idézzek ide ezeknek. Emlékeztek még arra a mondatra, ami úgy szólt, különböző lapok, például Pesti Hírlap megszűnés, a többi megfojtása idején, hogy tessék szíves lenni, megélni a piacról. Ez igen. Megvan ez a mondat? Hogyne, emlékszünk. Most mindegyik az állami hirdetésekért áll a sorban, mindegyik egy kis közpénzért. Amikor tele voltak, akkor nekünk üzenték, hogy legyünk szívesek megélni a piacról. Hát akkor elvtársak, itt a hely, most lehet bizonyítani, hogy mennyire frankó megélni a piacból. Tessék szíves lenni, megélni a piacból, aranykicsi bogárkái. És a másik ikonikus mondat, ja, hogyha kell a jobb oldalnak média, hát vegyen magának. Kell tévé, vegyen magának. Ez megvan? Megvan, bizony. Nagy ezt a megyó mondta. Akkor most mindenki kussol, és szépen eltakarodik a sarokba. Az imént azt mondta István, hogy padlón lévő laphoz normális esetben nem megy be az ember, és nem örömködik, ezt én aláírom, és az valószínűleg igaz arra is, hogy padlón lévő párt nyomorán az ember nem örömködik normális esetben. De azért nem normális esetben, egy kicsit mégis, na hagyj! Gyerekek, amit a hétvégén az LMP-ben úgy végbe ment, hát azért az mégis csak megér egy kört, nem? Lássuk be. Induljunk el ugye azt hiszem szombat volt, mikor a kis elkezdték kotyogni a távírók, a hírt, hogy Sallai R. Benedek pofán vágta a Hadházi Ákost valami LMP-s nagy gyűlésen, majd feldúltan távozott. Amikor az ember ezt elolvasta, már egy kicsit átjárta a melegség. Aztán jöttek ugye a részletek, hogy az nem is vágta pofán, csak fölrúgta székkel, és akkor beverte a fejét, és elvesztette az eszméletét, és mentőt, és rendőrt kellett hívni. Aztán jött Sallai R. Benedek, mondta, hogy ő hozzá se ért, viszont a Hadházi eljátszotta a hattyú halálát. Aztán jött Szél Berdadett, hogy Sallai R. Benedeknek nincs helye a pártban. Erre reagált Sallai R. Benedek, hogy ez nagyon rendben van, de esetleg akkor egy kicsit, ha beszélnénk arról, hogy Szél Berdadett a közpénzt miért fodrászra és a ruhatára. Százezres fodrászszámlák és a ruhatár kiegészítésére fordítja. Komolyan tényleg egy kávé, kéne egy kávé, és ennél jobb műsor a földön nincs. Geri? És az jut eszembe, hogy felkészül az öltözőben a Jobbik. Ott még hátra van a java, az biztos. De tényleg nem lehet hozzá mit hozzátenni, tehát el kell olvasni Sallai R. Benedeknek a Facebook posztját, nagyon sok helyen idézik, úgyhogy könnyű megtalálni. Az egy hosszú szöveg, és leírja az összes sérelmeit, amit az LMP-ben begyűjtött. És gyakorlatilag például, amikor a Szekszárdő sajtóklubban Hadháziról beszéltünk, picit ugye elgondolkodtam előtt, hogy nem erőse egy picit, amit mondunk róla, de inkább kevés volt. Tehát a Sallai ugyanazt erősíti meg, hogy egy pojáca foci színésznek nevezi, mert hogy állítólag nem volt olyan nagy ez az esély, és hogy rendőrt kelljen hívni, hát Sallai, tehát a rendőrök keresték már otthon az eset után. Na minden esetre erre szokás azt mondani, hogy abban a pofonban sok mindannyiunk keze benne volt. Egyébként nekem a LMP-ben a legundorítóbb, a legvisszataszítóbb, ez a hihetetlen, a legvegytisztább neokon vonalat képviselték. Ahogy megszólalt Szél Bernadett, rögtön paks oroszok, Putyin pincsi, meg ilyen.
Általában mondjuk a DK is csinálja, de ő direkt ráment erre a vonalra. Szóval, mintha tényleg az amerikai neokonoknak a cselédje lenne, az itteni képviselője, undorító, tényleg undorító volt. Ugye Sallait egyébként sokat szívtuk, és azért nem is szeret minket, most próbáljuk mi is elcsalni, meg interjú, meg minden, aztán vagy összejön, vagy nem. Mert ugye ő volt az a figura, aki számára csak az a föld mutyi, amiből őt kihagyták. Tehát ő szépen lassan összepályázgatott magának egy szép kis birtokot, viszont ő egy ilyen igazi vidéki gazdálkodó, aki magának szedte össze azt a nagy birtokot, dolgozik rajta. Olyan szépen leírja a narciszokat, amikor a hatháziról beszél, hogy amikor azok nyílnak a felesége kis konyhakertjébe. Ő az egyik utolsó mohikán a Schiffer távozása után, aki azt a régi, valóban zöld LMP-t képviselte még. András, az általad mondottak nekem... a szemben. Én annyit tudok erről a történetről, hogy a Hatházi Ákos valóban kicsit átértelmezte a történelmi helyzetet a saját javára, mert ugye felvetődött a technikai nagy koalíció, amit egyébként alig, hanem Simicska Lajos dobott be, és egy hódmezővásárhelyen ez egy kellemes meglepetést is okozott, és akkor Hatházi Ákos ezt úgy fordította le a technikai nagy koalíciót, hogy elkezdett a szocialistákkal üzletelni, hogy ő visszalépteti különböző helyeken az LMP jelöltjét a szocialisták javára, cserébe az ő körzetébe viszont a szoci lépje vissza az ő javára, amivel derekasan hazavágta az LMP-t, pontosan szóval megrogyasztotta, zárójeles megjegyzés, az LMP így is több szavazatot szerzett, mint bármikor korábban, tehát ők se nem zártak rosszul, de lehetséges, hogy jobban szerepeltek volna, hogyha nincs ez a privatizáció, hogy ő megpróbálta lejúlni. Bocsánat, ez nagyon fontos, mert ugye az a gyűlés, amit említettél, ahol a hatházi széke véletlenül felborult a rajta ülővel együtt, az éppen egy fegyelmi bizottsági ülés volt az LMP-n belül, ahol ezt tárgyalták, hogy a hatházi titokban állapodott meg a szocikkal, hogyha visszaléptek a javára, akkor bizony, eladta dekára. Gyerekek, azért olvasom föl a Sallai, illetve olvasok fel részleteket Sallai R. Benedek búcsú posztjából a Facebookján, mármint a politikai életből távozó búcsú posztjából, mert az biztos, hogy ez kordokumentum lesz. És ezt 20 év múlva tudni vágyó történész vagy politológus hallgatók be fogják emelni a szakdolgozatukba. Ilyeneket ír ugye Sallai R. Benedek búcsúzásképpen. Hatházi játssza a felrugott focistát, majd délután már tüntetésen tetszeleg, mert mit számít neki bármi, ha szerepelhet. A politikai közéletet uralják az érték nélküli primadonnák, valós ügyeket nem képviselő exhibicionisták, és jól tudom, nem tartozom közéjük, nincs köztük helyem. Mondjak le, lépjek ki, de hogy teszem, fel sem merül. Zárjanak ki, vagy csináljanak, amit akarnak, de Hatházi Ákost nem ütöttem meg. És felháborodásom jogos volt, mert hónapok óta fillérekért árulják az LMP-t, és annak minden alapelvét. És akkor engedjetek meg még egy részletet, mert ez még szebb. Ez a befejező része Sallai sorainak. Hatházi a fegyelmi eljárása elől egy megjátszott színdarabba menekült, én meg ostoba módon segítettem neki. Dettin, akitől lehet más a politika elvén, pár alkalommal számon kértem a közpénzből létrehozott ruhatárát, a 100 000-es fodrásszámlákat, a 20 milliós őt ünneplő nagygyűlést, és sorolhatnám, most már profi politikusként reagál. Él a lehetőséggel, hogy távozzak azonnal a közéletből, mert kezdtek kínosak lenni számára is a kérdések, amiket most véletlenül nem Hatházi kérdez, mert őt is megválogatja, hol lásson visszaéléseket. Mikor barátja Ungár Peti szexuális zaklatási ügye kirobbant tavaly, akkor az össze kell zárnunk, ne engedjünk támadást politikája volt napirenden, most persze más a menüett. Azért ezek szép, nem? Tehát, hogy, és az a helyzet, hogy nyilván, és majd azt fogják mondani az érintettek is, meg a sajtó is, hogy a Sallai a sértett ember, aki hazudik,
ezekből a sarokból érződik az igazság, meg az őszinte felháborodás, és az, hogy itt minden valódi, ami le van írva. A százezres fodrásszámláktól kezdve a ruhatáron át, addig, hogy az Ungár Petit megvédjük, a Sallait meg kitakarítjuk. Ez így kerek. Azért mondom, hogy lesz ennek még érvényessége. Lehet, hogy csak 10 vagy 20 év múlva, de lesz. Egyébként a Szél Bernadett, amikor beszélt, tényleg elhitte, hogy ő lesz a miniszterelnök. Valószínű. Nincs ezzel egyedül. A szemöldök huszár is hasonlóképpen gondolkodott. Na, gyerekek, és ahhoz mit szóltok? Még 5 percünk van, azért ezt nem hagynám ki szívesen, hogy kiderült, hogy megint Magyarország és az Orbán kormány az antiszemita. Ehhez mit szóltok? De tényleg. Elég veszélyesebb egyébként. Abban az Európában, ahol ma migránsok napi szinten vernek, ölnek, gyaláznak zsidókat, iskolákban zsidó kisgyerekeket, utcán zsidó öregasszonyokat, akikre adott esetben agyonverik őket, meg rájuk gyújtják a lakást, ott nincs semmi látnivaló. Mi vagyunk az antiszemiták, tesók. Andris? Franciaországból 60 ezer zsidó települt ki idáig. Tehát annyira biztonságos ország Franciaország, hogy 60 ezer, ez elég szép szám már. Ennyien kivonultak, vélhetőleg Izraelbe, vagy bárhova, akár biztonságos helyre. Tehát ez tényleg egy őrület, hogy egyébként várható volt, tehát szinte biztos volt, hogy én megmondom nektek őszintén, nem tartom kizártnak, hogy Osama Bin Laden vagy valamelyik unoka testvére fel fog bukkanni Budapesten a közeli hetekbe, akkor egy kicsit azért majd elkezdhetünk aggódni. Mert akkor már lehet, hogy meg is bombáznak bennünket liberátorok, mert hát mivel bombáznának liberátorral? Egyébként ez valami olyan hihetetlen, ami most folyik. Mindjárt visszatérek erre az antiszemitizmusra. Képzeljétek el, hogy több 10 vagy akár több 100 millió ember is olvasta azt a több ezer újságot, ami arról szólt, hogy antiszemita ügyekben is tüntetés volt, mert rögtön Soros, holokauszt túlélő, stb. Szombaton nálunk. 100 000 ember, vagy több 10 000. Egyetlen egy újságban láttam azt, és ez mondjuk a vezető amerikai labban, a New York Times-ban, az Associated Press alapján, hogy több 100 000 ember tüntetett Barcelonában tegnap azért, mert a vezetőiket, akik független Katalóniát akarnak, azokat börtönbe zárták. Sehol, máshol, sehol. Szóval valami olyan mértékben célpontokká váltunk, és akkor folyamatosan az antiszemita támadás, és akkor leírja egy lap, hogy Franz Timmermans, micsoda remek ember, aki megtámadja Orbán Viktort és a magyar politikai rendszert, mert nála nincs harcosabb antiszemita ellenes az Európai Unióban, és ő ugye az Európai Bizottságnak az alelnöke, és felsorolja hosszan, hogy micsoda remek ember. De most, hogyha ezt mindenki ezt elolvassa, és itt több 10 millió emberről van szó, akkor ne csodálkozunk azon, és hadd mondjak egy összeesküvés elméletet, hogy ezek a hitelminősítők egy kicsit nehezen fogják javítani a Magyarországnak a besorolását, ugye? És lesznek olyan üzletemberek, akik nem mondják meg, hogy milyen okból, de inkább Szaúd-Arábiába menekülnek, mert nekik az erkölcsös. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez rendkívüli mértékben veszélyes, viszont van egy ellenpélda, ez a kitűnő, a Fischer Tibor, aki egy nemzetközileg ismert író, Nagy-Britanniában él, 56-ról is remek regényt írt, és ez az egyik vezető brit labban, a Times-ban leírta azt, hogy micsoda aljas dolog antiszemitának nevezni azt a kormányt, amelyik, és akkor felsorolta a holokauszt nap, meg törvények, meg finanszírozzák az Auschwitzról szóló Oscar-díjas filmet. Szóval itt valami olyan alapvető hazugság van, hogy ez valami egyszerűen elképesztő. Tényleg. Csak annyit, hogy egyszerűen nem érti meg ez a nyomorult ellenzék, meg az a budapesti értelmiség, aki a külföldi sajtót hergeli Magyarország ellen, hogy miért utálják őket az emberek. A hazugság miatt, mert nem csak
a kormánypártokat sértik meg az állandó hazudozással, hanem a magyarokat, hiszen a magyarok tudják, hogy ők nem sutyó parasztok, tudják, hogy nem antiszemiták, és mégis bekapcsolják a tévét, kinyitják az újságot, állandóan azt kell olvasni, hogy ők sutyó parasztok és antiszemiták. Ameddig ilyenek lesznek, addig hál' Istennek ott is maradnak a népszerűségben, ahol vannak. És akkor utána lesz egy felmerés, és csodálkoznak, hogy nő az antiszemitizmus. Egy mondatot, hat akarsz. Ha nem akarsz, akkor azt is Magyarországon megértem. 2.800.000 ember szavazott. Harmadszor a jobboldali kormánykoalícióra. És látván az, hogy a határon túli magyarok is egyre aktívabbak, és egyre többen vesznek részt a választáson, én tudom, hogy kicsit korán van, de megkockáztatom, ezt a fejlődési folyamatot látva meg lesz a negyedik, kétharmad is 4 év múlva. Ezt a fejlődési folyamatot, meg ezt az ellenzéket látva. És akkor záró mondatként annyit nekem engedjetek meg, hogy az a Timmermans, akinek egyetlen szava nem volt, mondjuk a franciaországi zsidó ellenes atrocitásokhoz, és nálunk keresgéli az antiszemitizmust, meg az Orbán kormány környékén, az a Franz Timmermans egy aljas, becstelen gazember. Soros barátja. És fasiszta. És? Ez kizárja? Legyen már fasiszta is. Legyen fasiszta is? Azt nem tudom, de hogy egy aljas, becstelen gazember, az biztos, és ezt mindenki tartsa is jól észben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Híradó jön utánunk, úgyhogy messzire ne menjenek. Mi pedig jövő héten a szokott időben jövünk. Viszontlátásra!